Nos, hát sziasztok, üdvözlök mindenkit, itt is lennénk a következő résszel, és a mai videóban hát nem igazán találtam ki, hogy mi lesz. Ugye megígértem, hogy ott a teljes cuccost majd lebontam, de nem sikerült, szóval ez elképzelhető, hogy most az lesz, illetve láttam, hogy nagyon sok laborom van, és óriási hibát követtem el azzal, hogy nem csináltam ilyet, hiszen 5 perc volt az előző videóban valamit megcsinálnunk, nem is tudom hirtelen, hogy mit. Szóval, ja, elrontottam, illetve leszettem a repülőgépet, hiszen nem fért el itt a kutatólabor. Na de nézzük, hogy mennyit is teljesít. Hát igen, azért most már ez az egy darab gőzgép azért elég nehezen működteti itt a cuccos, de se baj. Bocsánat, se baj. Jó, ez egy ilyen kis szűrős. Na, azt szeretném most így, itt ebben ugye volt vagy 90 ilyen cuccosunk, szóval ezt mind felszedem, és elképzelhető, hogy elektromos bányagépet fogunk lerakni, és én úgy gondolom, hogy ja, itt az idő felszedni mindent. Nos, srácok, le is craftoltunk egy jó pár darabot, pontosabban 21-et, ugyanis nem csak a vasat szeretném, hanem itt most már majdnem mindent, hiszen itt azért elég sok minden van, és meg szeretném szépen csinálni, hogy azért itt, op, ez már követ is szed sajnos nekünk, ő még nem fog szedni, itt már szed sajnos, jó, nem gond. Hogyha ide rakom, akkor az még jó, ott már szed, oké. Megpróbáljuk nagyon okosan lerakni itt a dolgokat. Szerintem itt ez így. Ide jöhet ő. És akkor szerintem így, hát, ja, valahogy így egyenlőre. Még talán ez rengeteg lesz, sőt, ez rossz az egész, amit itt művelek, mert ugye ezeknek egymással szembe kéne lennie, szóval oké, oda nem tud lejjebb menni egyet, szóval akkor hát oké, és a futószalagot akkor mondjuk kezdjük el, hogy mint hogyha tényleg így lenne, meg én azt szeretném megnézni, hogy ez az elosztó, ez bemeneti prioritásból jobb, ezt én nem vágom. Szűrő. Na, lehet, hogy ez kéne nekem, igaz? Aha. Jó, akkor ez jó lesz nekünk. Mert úgy szeretném, hogy igazániból itt végig egyenesen rakni ezt az egészet. Így. Egészen mondjuk ide a köves területig. Itt már sajnos bányászunk kizét, viszont itt még nem. Ó, ott jön minden. Ajjaj, az nem lesz túl jó. Na mindegy, ezt lehet itt vágok egyet, és aztán megmutatom, hogy mit sikerült kiokoskodni. Oké. Na srácok, szerintem ez lesz itt a fő kimenetel, amit én itt kitaláltam. És szerintem ez nem is lesz olyan rossz. Craftolok egy jó pár futószalagot. Illetve ami nekem kéne még, az itt ez a maradék hatos, ugye ez itt réz, és nekünk ezt kéne itt kiszedni, mint vadállat, és erre már van is ötletem, hogy itt ezt végig tudjuk rakni ezt az egészet, csak ahhoz kell elektromos bányagép, még legalább egy 1, 2, 3, 4, hát olyan 8 körülbelül, mindegy, 1-2, hát mindegy, ennyit berakunk, és akkor elhozzuk majd ide az egészet, addig is, lehet, hogy szerintem vágok megint csak egyet, addig kiszedem ezeket, és ja. Nos, még lecraftoltam ezeket, elhoztam ide az áramforrást, villanyoszlopok segítségével, és ki kéne nekünk hagyni egyet, és így szerintem jók is leszünk, ezt a villanyoszlopot innen kiszedjük. Oké, na ez már azért mindjárt jobban tetszik nekem, mondjuk innen fentről hozzuk le.
itt kanyarodjon egyet a futószalag, és akkor erre jöjjön vissza, oké. Hát ez így egyelőre jó lesz, és akkor a másik oldalára még majd ide kívülre is tudunk majd tenni dolgokat. Egyelőre még nem kezdeném el ezt az áramot, hanem előtte csinálnék gőzgépet, illetve kazánt, bocsánat, hiszen most éppen előttem van egy kép, mert már hát megöl a kíváncsiság, hogy hogyan tudnám egyszerűen az egészet jól megcsinálni, hogy ne ilyen kis gagyi fos legyen őszintén. Szóval akkor csinálunk egy jó pár kazánt, illetve egy pár darab gőzgépet, és akkor nekünk az lesz a feladatunk, hogy ide fentre fogjuk majd a kazánokat hozni, és ha jól látom a képen, akkor ott nem is kötik össze, hanem csak így jön a kazán, és akkor a gőzgép az pedig majd így. Azt nem tudom, hogy egy cső segítségével, igen, az egy cső segítségével lesz az mindenféle képpen, tehát nekünk így kell majd ezt az egészet rakni, ezt muszáj vagyunk innen eltüntetni. Opa, hát ez nem így kellett volna, de... Ja, hát az egészet nem így kellett volna, mert haló. Na, akkor szedjük csak szét ezt az egészet. Így leáll a termelésünk, de semmi gond. Ugye, hát igazániból ott bemegy az egész nagyon szépen, és akkor ezekből kéne kijönnie egy-egy csőnek, hogyha minden igaz. Egyelőre szerintem egy ilyen hosszúságú szerintem jó lesz. És akkor így, és akkor ezek a csövek kötődnek össze a gőzgépekkel. Szóval nekünk kellenének a gőzgépek. Így, egymás mellé, nagyon szépen, és akkor ez mennyi darab? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és akkor kell nekünk 8 darab, mert egyet elrontottunk, szóval 1, 2, 3, 4, ja, hát igazán azt csak levisszük így, meg kell nekünk majd még cső, mert itt elvileg össze kell majd nekünk kötni ezt az egészet. Na, de mindegy, sokkal jobb lesz ez az egész. Szóval ezt jó, hogy megcsináljuk, mert azért ez elég fontos dolog lesz, hogy ez meg legyen. Ja igen, ez nem nagyon van. Oké. És akkor most ezek a csövek jöhetnek ebzegbe. Oda nem kell, és akkor most jöhetnek a gőzgépek. És akkor most nagyon szépen fogjuk ezeket lerakni. Igazándiból így jöhetnek teljesen sorba. És akkor most jöhetnek a villanyoszlopok. Itt össze is tudjuk kötni az egészet, ami nekünk nagyon-nagyon jó lesz. Ott nem kötődik össze, ott összekötődik viszont, ott sem kötődik viszont, ott kötődne, de nem baj. Úgyis valószínűleg ez bővítve lesz. Bocsánat. És akkor most nekünk kéne egy olyan, hogy ezt itt kiszedjük ezt az egészet. Egyenlőre van annyi szenünk, hogy a kazánokat én beszeretném izítani. Majd mindjárt összekötjük, ne aggódjatok. Jaj, nem így kéne, nem is így kéne, hanem így nagyon szépen. És akkor megtelik minden. Nagyon jó. Mindegyikben van, dolgozik. Ez most, hogyha minden igaz, akkor ez bika mennyiségű teljesítményt kéne kisugározzon magából. Igen, 143 a kimenő teljesítményünk. Hát nem tudom, mire így hirtelen, de mindegy, jöjjenek ezek. Mivel megcsináltuk az előző részben a föld alatti futószalagot, ez most nekünk nagyon jól fog itt jönni, hogy ezt igazán egy picivel tovább hozzuk, szerintem pont így, és ott átmegy a futószalag, át fogjuk oda rakni az egészet, csak majd csúsztatni kell egyel a dolgokat, és lehet, hogy ezeket nem is ilyen manipulátorokkal fogjuk hozni, hanem ilyen vegyes tüzelésű manipulátorral, ugye ez tüzeli magát, hogy ilyen furcsán mondjam az egészet.
És akkor ezeket így be is rakjuk ide, az nem ment túl jó helyre, se baj. És akkor ezek itt nagyon pacekban saját magukat is majd fogják szénnel táplálni, ami nekünk nagyon jó lesz, és akkor ezt, bocsánat, ez akkor majd így megy, megy tovább. Ja, akkor ezt még nem, vagy de hozzuk le, csak nekünk kéne fa, vagy nem, nem van mindenünk, akkor jó, nagyon szuper. Jó. Hozzuk be, jó? Hozzuk be ide az egészet, nagyon szépen táplálja az egészet, ez nem biztos, hogy át fog ide érni, akkor itt fölül az necces, de elér, és ennek el kell érnie ide. Jó, nagyon szépen termelődik az egész, és akkor ezt a futószalagos témát fogjuk majd, jó, itt nagyon van egy, itt van egy gyönyörű nagy terület előttünk. Majd itt szenet is kéne termelni, mert szerintem onnan elhozni az para lenne. Jó, nem lenne akkora para, de és akkor lehet, hogy majd amúgy kezdhetnénk is ezt a manipulátoros témát, ami hirtelen nem tudom, hogy nézne ki. Jönnek a kőkemencék, mondjuk kezdjük innentől őket, és akkor itt, hú, mennyi kőkemence kell nekünk, így hirtelen craftolunk is egy jó párat. Egyelőre szerintem rakjuk ugyanígy végig az egészet itt a szélén, nagyon királyak vagyunk. És akkor belenéző manipulátor, ez is belenéz, az is, oké, okay, akkor ezek is belenéznek. Fú, mennyi manipulátor fog majd kelleni, se baj, kraftoljuk is. Kár, hogy fogyóban vannak itt a dolgaink, ja és igen. Itt most elmutattam egy dolgot, mert itt nekünk még szén is kellene, ami itt most így hirtelen nem tudom, hogy fogok megoldani. Ez egy halom nem, ez egy hosszú manipulátor, akkor lehet, hogy be kéne hozni még egy darab futószalagot ide, és akkor a szenet, de szerintem itt inkább az lesz, hogy valahogy ide a... Megvan az ötletem egyébként, az, tehát hogy be fogjuk hozni az egyik oldalára a szenet, a másikra pedig a izés témát, szóval jó lesz az, csak akkor most hát itt vissza kéne bontani egészet. Jajjajjaj, de fájó ez a sok rész érc ide. Na de semmi gond. Tele az inventory, hát akkor, akkor lehet nem is ezeket kéne itt nyomatni először, bár mondjuk nagyon sok vas fog majd kelleni. És elektromos bányagép, jó, szerintem egy ilyen ötöt megcsinálunk, hogy nem tudom mennyi volt az.